Reptér, lobog a szélben a szélság. Pilóta és stewardess jelmezt töltöttek a Táncvilágnapja alkalmából a Hévízi Szent Lukács idősek otthonának munkatársai, akik Korda György Reptér című dalára koreografált tánccal ünnepelték ezt a jeles napot. 1982-ben a Nemzetközi Táncbizottság április 29-ét Nemzetközi Táncnappá nyilvánította. A kezdeményezés legfőbb célja a tánc mint mozgás népszerűsítése. Kis koreográfiával mi igazság szerint farsangra készültünk a lakóknak, de akkor egy járványhelyzet miatt nem sikerült ezt megvalósítanunk. A jövő héten szeretnénk ezt az ünnepséget bepótolni tavaszváró ünnepségként, és mivel közben jött a Tánc Világnapja, úgy gondoltuk, hogy egy kicsit precízebben rákészülünk erre a napra. Az intézmény munkatársainak nem ez volt az első közös táncuk, és valószínűleg nem is az utolsó. A több évvel ezelőtti Jeruzsálem a kihívást követően rendszeressé vált a különböző koreográfiák bemutatása a lakók nagy örömére. A világnap alkalmából a szépkorúak is megmozgathatták magukat az ülőtánc keretében. Az otthonban heti rendszerességgel vannak táncprogramok. Így a zene, a kultúra és a mozgás is a hétköznapjaik része. Amikor mi is voltunk fiatalok, bulisztunk rendesen, úgy, ahogy kellett. Hát nem úgy, ahogy mostanában, mostani például az unokáim csinálják, de valamit ők is örököltek ebből, mert nálunk ilyen zenei mindenféle van. Szóval úgyhogy a zene az valahogy úgy gyerekkorunktól fogva úgy benne van. Ehhez biztos kell a környezet, kell a család, kell a barátok, egyebek. Szóval ettől is én ezért érzem jól magamat, hogyha így zenét hallok. A foglalkozás végén akadtak olyanok, akik állva is megmozgatták magukat. A tánc jótékony hatással van az emberi szervezetre. A világnap pedig arra ösztönöz, táncoljunk az egészségünkért.